Hát az is egy megmozgatta annak idején az emberek fantáziáját. És akkor, hogyha én egy ilyen zárt részbe belerakom ezeket a felhőket, akkor tovább lehet gondolni, vagy fogja magát a néző, és tovább keri. Tehát én még erre gondoltam ennél a kis kompozíciónál, ugye, mert hát mindegyik egy ilyen kompozíció. Igen. És hát, amit én nagyon szeretek, a színeket, ezt most nem tagadom meg önmagamat, ezt imádom a színeket. Arra azt nagyon szeretem, és hát a grafikát is, tehát azt, hogyha megnézik ezt a kiállítást, akkor igazából egy téma van többször körüljárva. Igen. És akkor azt, hogy hogyan fogalmazom meg más nyellel, tehát ugye olajjal, akvarellel és a tus, ami egy olyan eszköz, ráadásul ez egy ilyen különleges dörzstus volt, amit egy vizes felületre szórtam rá, és utána abban még botokkal, meg nem tudom, ilyen eszközökkel. Ez bor? Bor, igen, tehát fújtam, és tehát meg még egy csettel is bele, szóval ez egy kicsit ilyen hogy mondjam, nekem is egy újdonság volt. Hát, ugye, mert az akva, vagy nem, a tollnak is van egy ilyen, vagy a tus technikának is hogy abban lehet vonalat húzni, pacát csinálni, akkor lehet nagy foltokat, vastag vonalat, vékony vonalat, pöttyöket, mindenfélét lehet, akkor abban még belerak dolgozhat az ember. Tehát ezeket úgy próbáltam kihasználni.